Dübörög az útfelújítás Nyíregyházán, a több város részben megvalósuló fejlesztések külön projektek keretében futnak. Az aszfaltozás mellett új csomópontok és zebrák is létesülnek. A közlekedőknek nem árt óvatosnak és figyelmesnek lenniük a munkák ideje alatt, ugyanis számos változással találkozhatnak. Markolókkal, úthengerekkel és más munkagépekkel találkozhatunk Nyíregyháza számos pontján, a városban zajló útfelújítások nyáron sem szünetelnek. A legtöbb ilyen beruházást az önkormányzat valósítja meg, a közlekedés biztonság növelésén kívül mások mellett gazdaságfejlesztés és a munkaerő mobilitásának ösztönzése céljából. Milliárdos nagyságrendű beruházásokról van szó uniós topos forrásból. A munkálatok több ütemben valósulnak meg, a közlekedőknek addig forgalomkorlátozásra, jellemzően útszűkületre, ideiglenes forgalomterelésre, sebességkorlátozásra megállás és várakozási tilalomra kell számítaniuk. A busszal utazóknak pedig kicsit arrébb kell keresniük a megállókat az érintett szakaszokon. A munkákat kísérő kellemetlenségek miatt az önkormányzata lakosság türelmét kéri. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Hagymás Gyula, az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment referatúrájának vezetője. Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is a, a nézőket! Azért vissza kell mennünk az időben egy évet, hogyha jól tudom, mert hogy ugye ezek az útfelújítások, útépítések, ezek egy, egy pályázatnak az eredményei, amelyek tavaly kezdődtek. Igen, több évet is vissza tudnánk menni az időbe. De... A konkrét megvalósulás kezdődött. Így tavaly. van, talán, talán érdemes kettő évet visszamenni, amikor indult ez az egész topos forrásdömping, amit már most az önkormányzat megnyert projektek két valósíthat meg, amikor is biztosan emlékeznek rá a nézők is, hogy a Szekfi utca négy kezdődött el amely 2016 év végére készült el, de hát ezeknek a projekteknek az előkészítése másfél-két évvel ezelőtt is elkezdődött, tehát ezeket már 14-15-ben elkezdtük előkészíteni. És ugye jöttek a pályázati lehetőségek, beadtuk rá a pályázatainkat, és hát a legtöbb pályázat, illetve a topos pályázatok mindegyike sikeres lett, hál' Istennek, és hát benne vagyunk a megvalósításokban. Ugye 16 végével kezdődött a Szekfi utca átadásával az egész dömping, ez folytatódott az elmúlt években is. Tavaly, hogyha a tavalyi évet kell kiemelni, a Botyán János utca készült el, a Rújza utca készült el, ahol nem csak útburkolat felújítás, hanem kerékpárút, irányhelyes kerékpárútok is létesültek, hiányzó járdaszakaszok kerültek pótlásra, és hát ugye ahol lehetett, már csatlakoztunk is új projektekkel ezekhez az utakhoz. Nagyon kiemelni. kellett az a beruházás ott Igen, a Luisa utcán is, meg a Szegfő utcán is. Igen, igen, a Luisa utcát folytatva szerettem volna kiemelni, szeretném kiemelni a Tünde utcát, ami szintén a tavalyi évben kezdődött el, de a Tünde utca fejlesztése már idén fejeződött be, nem is olyan régen, május végén ö, ö, került ez a projekt befejezésre, ahol szintén a teljes útpálya felújítása megtörtént, illetve egy kerékpárút is létesült az útpálya mellett, amely már jól használható, kerékpározható. Annak ellenére, hogy ez a kerékpárút egy nagyobb programnak a része, ez egy 8 kilométeres hosszúságú kerékpárút programnak a része, amely a Debreceni úttól kezdődik, aki Kígyó utcától. a felüljáró Alatt vasúti átjárón keresztül ér el a Tünde utcáig. Ugye, amit már említettem, a Tünde utcától teljes hosszúságában ér ki a Kálói útra. Itt balra is jobbra is elmegy, ami jelenleg még lebonyolítás, tehát kivitelezés alatt van, de hó végére, jövő hónap elejére, augusztus elejére elkészül, egészen a nyíregyházi tábláig, tehát a volt borbányai hulladékra akkorig vezet a kerékpárút, illetve a belváros irányába a Szent István útig, ahol már a meglévő kerékpárút hálózathoz csatlakozik. Tehát ez egy 8 kilométeres szakasz, ami most készül. Nem is tudom, hogy az elmúlt időszakban, hát azért természetesen történtek kerékpárút hálózatfejlesztések, de azért így egy szakaszban ilyen nagy mennyiségű, az talán nem is. Azt hiszem, hogy a elmúlt öt évben volt, ö, ö, ugye hát nyilván a Tokaik tartó kerékpárút, ez egy Igen. modern program, egy, egy elég nagy hosszúságú, de volt az önkormányzatnak négy-öt évvel ezelőtt egy, talán még a nézők is emlékeznek, aminek része volt a korányi úti szakasz, az is egy jó 7 kilométeres szakasz volt. Egyébként ezzel a fejlesztéssel a Nyíregyháza közigazgatási területen jelenleg elérhető, illetve elérhető lesz hóvégével kerékpárutak összes kilométerre meghaladja már a, jóval meghaladja a 70 kilométert. Ez a pályázat pedig akkor ezek szerint jó pár milliárdos pályázat. Igen, tehát itt több, több pályázatral van szó. Összességében összeadva ezek a források, ami az utat, illetve a közlekedési fejlesztéseiket jelenti, összességében a 14-20-as időszakban jóval meghaladja a 10 milliárd forintot, tehát folyamatosan mennek jelenleg is egyébként a munkagépek a hétvégére, például leaszfaltozták a kivitelezők a Blahalúza sétányt, a hiányzó kerékpár szakasz felújítással együtt, és a szerdára teljesen elkészül, már gyakorlatilag a takarítás megy, de hát ilyen projektnek köszönhető például a jelenleg is folyó Rákóczi út, felújítása, a Vasvári Pál utca felújítása, a körúton innen a beváros felé és a Kótai út irányába is, illetve például hát a Betlen utca és a Debreceni út. A Betlen utca már folyik, a Debreceni út fejlesztése a Kígyó utcától a nagykörúti csomópontig, tehát a felüljáró ajáig, gyakorlatilag a jövő hónap elején elkezdődik, és amiket most elmondtam, minden projektelem, minden projekt befejeződik szeptember végére. Uh -huh. És emellett még azért ott vannak a más település részek is, mert ugye itt azért Borbányát érintettük, uh -huh. de még mondjuk nem érintettük Örökösföldet, a kertvárost, földön is azért voltak olyan beruházások, amelyek nagyon-nagyon kellettek. Lásd például ugye a, a Szentművely-Szörzs utca kereszteződésénél lévő körforgalom. Így van, nagyon hasznos projektnek bizonyult a törzs utcai körfogalmnak a megépítése, jók a eddigi visszajelzések, hát jelentősen javult az áteresztő képessége a csomópontnak, illetve hát ehhez kapcsolódott a Törzs utca felújítása, a Szemmelweis utca felújítása és a Szalag utca felújítása, ami, ami ugye múlt év végére, illetve idei év tavaszára végződtek, fejeződtek be, és hát a körfogalom az most lett készen, nem is olyan régen, június elején, és ha ma itt járunk, akkor meg kell említeni a Törzs utca két végpontján lévő csomóponti fejlesztéseket is, ami kisebb fejlesztés volt, de a Pazonyi út irányába egy új jobbra sávot létesítettünk, ami szintén nagy probléma volt a közlekedési átteresztő képességben, és a 41-es csomóponton pedig magát a jobbra sávot hosszabbítottuk meg a Törzs ö, körforgalom irányába, így ez a ö, áteresztő képesség is volt ennél a csomópontnál. Kertvárosban is zajlanak még a munkálatok. Így van, itt ö, kiemelném, hogy a Derkovics utca már elkészült, a is tól egészen a Bottyán János utcáig. Ugye az imént említettem, hogy a Bottyán János utca a tavalyi évben készült el ö, a Mislen gyárig, és a Mislen-től pedig kiindulva jelenleg is épül a Rókabokori út, ami a nyugati elkerülőbe ö, fog kivegzetni. Ennek a jelentősége az, hogy gyakorlatilag a Kertvárosból kivezeti a teherforgalmat. Hm. És talán még megemlítendő, hogy a Tiszavasvári, illetve a Szélsőbokori út kereszteződésében egy új körforgalom épül, ezt már a városlakók tapasztalják is. Ott szintén forgalomkorlátozásokra kell számítani, tehát ezúton is kérjük mindenhol a lakosságnak a türelmét. Ez a csomópont december elejére, november végére fog elkészülni, ez a körforgalom. Emellett pedig vannak még további tervek is, és hát a körforgalom, mint, mint eszköz, ezek szerint nagyon-nagyon bevált, mert hogy még néhány, egy jó, néhány helyen fognak forgalmat létesíteni. Ha jó, Igen, aztán, tehát terben van, terben van az örökösföldi fejlesztések követ folytatva a belső Belsőkörút családutca, illetve a Szalagutca családutcán egy-egy körfoglalom építése. Olyannyira, hogy a önkormányzat már megnyert forrással rendelkezik erre, el is készültek a tervek, és a közbeszerzési eljárásnak a előkészítése van folyamatban. Mi bízunk benne, hogy évvégével tudunk szerződést kötni a kivitelezőkkel, de ez már mindenképpen jövő évi projektek lesznek. Még egyszer hangsúlyozom, a forrás megnyerte az önkormányzat, tehát a megvalósulása a projekteknek az biztosra vehető. További tervek? Vannak, viszont még visszakanyarodva egy picit, egy nagyon, nagyon fontos felújításról szeretnék néhány szót szólni, ez pedig a Korányi-nak a felújítása, ami egészen a spáros körforgalomtól megy ki a csempeboltig, tehát a, a sóstó gyógyfölő felé történő lágazásig. Itt november végére, december elejére készül el a kivitelező. Teljesen 2,7 km hosszan a teljes útburkolat felújítása, és egy csalóközi csomópontnak a. Forgalomnak az építése is megtörténik. Uh, rendkívül sok volt a beleset itt az elmúlt időszakban is, a, ezeknek a beavatkozásoknak a célja, egyik fontos célja uh, a közlekedés biztonságnak az elősegítése, uh, tehát uh, ilyen uh, méretű projekteket is, mint ahogy minden projekteket forgalomszámlálások erőznek meg, és a uh, közlekedési szakemberek meghatározzák a, a uh, hát a leghatékonyabb beavatkozást. Köszönjük, hogy itt volt nálunk! Köszönöm szépen!